hajunk, sminkünk, délőttől gyakoroljuk a koreográfiát, úgyhogy mi nagyon készülünk, úgyhogy szerintem szuper lesz. Szépek, nagyon ügyesek is, és a ruhák azok ugye egy újrahasznosított anyagok felhasználásával készült ruhák lesznek, és készülünk gőzerővel, haj, smink, járás, minden. Gyertek ki a Color City Fesztiválra! Utána, ha elkészültünk, addig is megy folyamatosan a koreográfiának a tanulása, különböző divattervezők által készített ruhákat fogunk bemutatni. Gyakorlatilag egy fél órás produkciót állítok majd a színpadra. Nem jártam még Color Fesztiválon, nekem ez az első, és azért jó itt lenni elsőre, mert hogy nem csak mint fellépő vagyok itt, hanem azért én láthatom azokat a ruhákat is, ugye, amik elkészültek ebben az évben gumiból. Az a különleges megtiszteltetésért, hogy a nyertes ruhát azt majd én viselhetem, és majd általam tudja meg a tervező nő, férfi, hogy melyik lett az első helyezett, úgyhogy ez egy külön megtiszteltetés. Már láttam a ruhát, fel is próbáltam, hogyha bármi baj lett volna, akkor nyilván ott valamit igazítunk rajta, vagy bármi, de hál' Istennek pont rám szabták ezt a ruhát. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy felveszitek-e, de én nagyon kíváncsi lennék a tervezőnek az arcára, amikor megtudja, hogy ő a nyertes, úgyhogy majd visszanézem. Én csak utána, pár perccel később, a barátom megvetett, hogy ez a te ruhád, Úri Enikő van, én meg, hogy lehet ez? Hogy nyár van, azt gondolom, hogy a nyár a legjobb évszaka arra, hogy az ember szabadságot vegyen ki, és a Color Fesztivál pedig egy olyan lehetőséget nyújt, mind szórakozásban, mind egy kicsit kreativitásban, amire érdemes kijönni.